Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon, ebben a videóban Edward Bernays Propaganda című könyvéből szeretnék néhány részletet felolvasni illetve illusztrálni azt valamelyest jelenkorunk valóságából vett néhány videó részlettel. Akit érdekel a könyv, az egyszerűen megvásárolhatja online nbook.hu weboldalon, ahol angol nyelvű könyveket lehet beszerezni, kicsit hosszadalmas a kiszállítási idő, legalább ingyenes, vagy pedig letölthetitek ezt PDF formában, Google-ben beírjátok és meg fogjátok találni Edward Bernays propaganda. Magyar nyelven én nem találtam meg, úgyhogy lefordítottam magam, ez lehet, hogy nem több Tökéletes ez a fordítás, de most a célnak megfelelő lesz, mielőtt nekivágunk ennek. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, Youtube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, érdekesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Az ironikus magában a kifejezésben propaganda az, hogy a kifejezés maga propaganda átment egyfajta átalakuláson az idők folyamán, és Public Relations vagy PR lett a neve. Propagandát kellett használni magyarul annak érdekében, hogy ez a tevékenység tovább éljen, csak valami más módon hívjuk, hogy ne legyen olyan egyértelmű az emberek számára, hogy mi az, ami történik körülöttük. Marketing21.hu weboldal a PR jelentésével kapcsolatban a következőket írja: Ahogy Bill Gates már évekkel ezelőtt kijelentette, ha csak egy dollárom lenne, azt PR-ra költeném. A PR, vagy Public Relations, angolul jelentése egy olyan előre megtervezett és nyilvános stratégiai tevékenység, amivel az adott vállalat vagy szervezet a nyilvánosság felé kommunikál. Milyen céljai vannak a PR tevékenységnek? Egy cégnek tudatosan kell felépítenie hírnevét, hogy partnerei, üzletfelei számára jó benyomást keltsen és hosszú távú kapcsolatot építhessen ki velük. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda és támogassa munkánkat. Mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni, szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm. A PR jelentése tehát egy cég vagy szervezet azon tevékenységét foglalja magában, amely hozzájárul pozitív imázsának építéséhez, és megőrzéséhez különféle eljárások felhasználásával. Milyen céljai lehetnek a PR-nak minél szélesebb körben ismertséget, hírnevet szerezni, bizalomépítés, ápolás, márkaépítés, branding, megtartás, fejlesztés. Folyamatosan növelni a versenyképességet és ezáltal a vállalat nyereségét, a megcélzott területen a legjobbak közé kerülni, illetve legjobbá válni. Fejleszteni a cég belső szerkezetét, struktúráját sajtókapcsolatokat képíthet. A PR a jó hírnév egészének megőrzésére törekszik. Figyelj mindenki, mert ez elő fog kerülni majd Edward Bernays propaganda című könyvében. A PR az energiát egy márka jelenlétének és ismertségének növelésére és pozitív imázsának kialakítására fordítja. Célja a nyilvánosság és a vállalat közti kapcsolat elősegítése. A PR létfontosságú és lehetővé teszi a vállalkozás számára, hogy mérsékelje egy-egy válság okozta károkat és kihasználja a váratlan lehetőségeket. Napjaink felgyorsult, modern és összekapcsolt világában pedig mindezen előnyök értéke felbecsülhetetlen. Rengeteg dologról volt szó, az egyik legfontosabb ez, ami elhangzott itt a végén, az értéke felbecsülhetetlen, ennek ugyanis kiaknázhatja egy-egy szituációban rejlő lehetőséget azáltal, hogy hogyan kommunikál, hogyan tájékoztatja a vállalat szempontjából a közvéleményt, és a közvéleményt hogyan fordítja le a közvélemény viselkedését vagy perspektíváját a vállalat számára, hogy egy kapcsolat kialakulhasson a kettő között. És ez az egésznek az eszenciája. Fordítja a közvéleményt a vállalatnak, vagy a cégnek, vagy a szervezetnek, illetve a szervezet terveit, stratégiáit, üzeneteit, tolmácsolja, a közvéleménynek, az embereknek. A kettő között lényegében egyfajta tolmácsként lép fel a public relations vagy PR, ami régen propaganda volt, csak mára nagyon sok negatív öltet csatlakozott ahhoz a kifejezéshez, ezért átment egyfajta átalakuláson, de a szerepe ugyanaz marad. Propaganda az, ami manipulálja, félrevezeti az embereket, és megpróbálja meggyőzni őket arról, hogy a valóság más, mint amit tapasztalnak, vagy amit gondolnak vagy egyáltalán csak hazudni a valóságról és az igazságról annak érdekében, hogy könnyebben kontrollálhatók legyenek, és meghozzanak olyan döntéseket, amelyhez információ kellene ismeret, aminek hiányában nem tudnak helyesen dönteni vagy választani. A PR ennek a politikailag korrekt verziója. Ezt használja a kormány például most is, a pedofil botrányjal kapcsolatban próbálja rendezni a sorokat. Mindezt végig láthattuk a Covid kapcsán, ahogyan a különböző világszer Vezetek, igyekeznek minket tájékoztatni az ő terveikről, arról, hogy mi is az, amire készülnek, mi az, amiért dolgoznak, miközben egész más az, amit csinálnak a háttérben. Ez mind-mind a propaganda, vagy a PR, vagy a kommunikáció segítségével zajlik. A Matrix mindenütt van. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni az infobubble.hu, illetve a yahuautja.hu weboldalon, ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.